Vivát bölcsész, 3 évtizedes a képzés a Miskolci Egyetemen. Miskolci fogyatékosságügyi kalauz könyvben és neten is elérhető szolgáltatások. 60 évesek kihirdette jubileumi évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió hírműsorát, a Miskolc Mát látják, jönnek a részletek. A bölcsész képzés 30 és a karrá válás 25. évfordulóját ünnepelték a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. A jubileumi ünnepségen egykori és jelenlegi dolgozókkal, valamint a korábban itt végzett diákokkal emlékeztek vissza az elmúlt évtizedekre. Az ünnepség végén leleplezték a kar alapító dékánja, Kapdebúló Ránc szobrát. Amióta Miskolci Egyetem létezik itt Miskolcon, azóta tartjuk és tiszteljük a selmeci hagyományokat. A jubileumi ünnepségen megidézték a miskolci bölcsészképzés évtizedeit és a kar történetét. Horváth Zita rektor visszatekintett a kezdetekre, arra, hogyan indulhatott el egy műszaki hagyományokkal rendelkező egyetemen a bölcsészképzés. Mindazok a változások, amelyek Magyarországot gazdasági és társadalmi értelemben érintették, igényt mutattak arra, hogy a klasszikus műszaki képzések mellett Miskolcon elinduljon a humán területeknek az akkreditációja. Így először az Állam és Jogtudományi Kar 1981-ben, majd a Gazdaságtudományi Kar 87-ben, BTK 1992-ben, majd az Egészségtudományi Kar és a Zenei Képzés indult el, és vált így a egyetemünk a 2000-es évek elejére igazi univerzitásszá. Az évfordulóra megjelent egy hiánypótló mű, a kar történetének részletes feldolgozása az intézetek szemszögéből. Minden intézet eltérő fókuszú tanulmányban rögzítette azokat a legfontosabb történéseket, amelyek a képzési, a kutatási portfólió, a szakstruktúra fölépítése, a folyamatosan változó kihívásoknak való megfelelés jegyében ebben a 3 évtizedben velük történt. Ugyanakkor ez a kötet tulajdonképpen egyfajta kor, kör és korkép is. Miskolc köszöni a kar mindenkori vezetésének, oktatóinak és dolgozóinak, hogy évtizedeken keresztül bölcsészek ezreit képezték, és segítették emberré és bölcsész szakemberré válni, öregbítve az egyetem hírnevét, élénkítve a város kulturális életét, erősítve Miskolc vármegye központi szerepét, emelte ki Veres Pál polgármester. Az eltelt idő és a képzés már bizonyította, hogy a Miskolci Egyetemen helye van a bölcsészképzésnek, és a Miskolci Egyetemnek helye van a hazai bölcsészképzésben. Legyen szó akár magyar vagy idegen nyelvről, történelemről vagy politológiáról, irodalomról vagy filozófiáról, vagy a tanárképzés biztosításáról. Az ünnepség végén leleplezték a kar alapító dékánja, Kapdebúló Ránc szobrát. A József Attila díjas magyar irodalomtörténészt, kritikust, egyetemi tanárt, Szabó Lőrinc monográfusát 2021-ben Miskolc város díszpolgárává avatták. A Magyar Írószövetség pedig posztumusz örökös tagsággal tüntette ki. Elkészült a miskolci fogyatékosságügyi kalauz. A nyomtatásban és az interneten is elérhető kiadvány a fogyatékossággal élő miskolciaknak és családjaiknak segít eligazodni a helyben elérhető fejlesztések, ellátások, szolgáltatások tekintetében. A kalauzt sajtótájékoztatón mutatták be. Az érintett családok egy új lehetőséget is megismerhettek, a Szimbiózis Alapítvány ugyanis év végétől bővíti szolgáltatásait, 20 fogyatékossággal élő számára nyílik lehetőség a családias lakhatás igénybevételére. Szabad időben rajzolni és olvasni szoktam, ott van pár sárkány, amit én rajzoltam. Fogyatékossággal élő fiatalok mesélnek arról, hogyan élnek a Szimbiózis Alapítvány lakóegységeiben. Tőlük és az alapítvány szakembereitől is kérdezhettek a fórum résztvevői. Az alapítvány ezen a rendezvényen mutatta be az új lakóegységek terveit. Évvégétől ugyanis 4 helyszínen 20-an találhatnak majd új otthonra. Ott élek,
Gábor és társai is az alapítvány lakóotthonában élnek. A Szimbiózis Alapítvány jelenleg Miskolcon 5 házban 60 fogyatékossággal élőnek biztosít lakhatást. A lakókról életük végéig gondoskodnak, így a várólisták igen hosszúak, akár 10-20 év is eltelik, mire valaki bekerül. Ez a várólista csökken most egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Hogyan induljunk el? Hol fog látásügybe segítséget kapni? Ez már az alpolgármesteri tárgyaló. Itt mutatták be a miskolci fogyatékosságügyi kalauzt. Évek óta megvolt a szándék arra, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára szükséges és fontos intézmények, szolgáltatások, ellátások egy helyen elérhetőek legyenek, folyamatosan frissülő adatokkal és elérhetőségekkel, emelte ki Varga Andrea alpolgármester. Ez az adatbázis segít eligazodni a családoknak, témakörönként összegyűjtve a legfontosabb elérhetőségeket. Ez egy teljesen újszerű kezdeményezés, az országban nem nagyon található ilyen típusú kalauz, és rendkívül büszke vagyok rá, hogy a város egyik legjobban működő szakmai műhelye, a fogyatékosságügyi szakmai műhely, és annak a tagjai voltak a kezdeményezői ennek a rendkívül újszerű, és mindannyiunk számára nagyon fontos kezdeményezésnek. A kalauz összeállítását a Szimbiózis Alapítvány vállalta fel. Nem csak összegyűjtötték az adatokat, hanem le is ellenőrizték azokat. Így a kiadványba csak azok az intézmények, szolgáltatások kerültek, amelyek jelenleg is működnek és elérhetőek. Szeretnék volna leellenőrizni és kiszűrni azokat a információkat, amikkel a szülők visszajelzései alapján találkozunk sajnos, ilyen a mi világunk. És voltak úgymond kvázi próbavásárlások, hogy van-e ilyen fogyatékossággal élő rokonom, vagy én magam vagyok érintett, és hogyan tudnának segíteni. Telefonszámokat hívogattunk fel, e-maileket írtunk, maga az ellenőrzési folyamat az kb. 2 hónapig tartott. A fogyatékosságügyi kalauz megtalálható a Szimbiózis Alapítvány és Miskolc város honlapján is. A tervek szerint folyamatosan frissítik és bővítik majd. Ezt a feladatot a Meszegyi végzi majd. Több mint 500 000 forint értékben menetrögzítő kamerákat kaptak az önkormányzattól a Miskolci Városi Rendőrkapitányság járőrei. A város több éve támogatja a közrend és a közbiztonság fenntartását végző rendőrök munkáját, ezt mondta a polgármester a kamerák átadásakor. Az új eszközök a felderítésben és a bizonyításban is fontos szerepet játszhatnak majd. Miskolcváros néhány évvel ezelőtt egy 4 kerékpárhajtású gépjárművel támogatta a rendőrséget, hogy olyan helyekre is el tudjanak jutni, ahova hagyományos gépjárművel nehéz eljutni. Minden évben, bár nagyon szigorú a költségvetésünk, mégis 80 000 000 forintot tudunk arra adni, hogy a miskolci rendészek és a rendőrök közösen járőr összessenek a különösen veszélyes vagy különösen fontos időpontokban, amikor szükség van a nagyobb jelenlétre. Ebből túlórát tudnak fizetni a rendőrök számára, és így a közös járőrözést meg tudjuk valósítani. A térfigyelő kamerák képeit rendelkezésükre bocsátjuk, így a felderítésben nagyon sokat fogunk segíteni jelzéssel és képanyaggal is, hogy minél előbb a bűnösök elnyerjék méltó büntetésüket. Most jelen pillanatban egy 600 000 forintos ajándékot tudtam átadni a Városi Rendőrkapitányság dolgozóinak. Ebben 7 darab olyan menetrögzítő kamera van, megfelelő memóriakártyával, amely a gépkocsiba építve figyeli egyrészt a forgalmat, másrészt pedig nyilván az egyéb eseményeket, és így a felderítésben és a bizonyításban fontos szerepet játszik majd. Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valaki a világon a dohányzás ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO programokat, kampányokat, felhívásokat indított, és ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is. Sajnos a dohányzás következtében kialakuló betegségek a világon 100 000 000-okat érintenek. Legfontosabbak ezek közül a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a tüdőgyógyászati megbetegedések. A tüdőgyógyászati megbetegedések között
elsősorban a tüdőrák, illetve a COPD megbetegedés az, aminek a kialakulásában a legfontosabb a dohányzás. Mindemellett számos más tényező is befolyásolhatja, de a dohányzásnak kiemelkedő szerepe van. Ahhoz, hogy a dohányzás okozta betegségeket gyógyítani és megfelelően kezelni tudjuk, nagyon fontos szerepe lenne a szűrővizsgálatoknak, amire a lakosságot buzdítjuk, hogy egyrészt dohányzásról történő leszoktatási programokon, illetve kardiovaszkuláris szűrőprogramokon vegyenek részt. Ha szerda, akkor kilátó, a Miskolc Televízió műsorában ma este is jelentkezik közéleti magazin műsorunk. A Magyar Régészet napja kapcsán a Herman Otto Múzeum munkatársával, Kovács Nikolettel beszélget kolléganőnk. Szó lesz a régészet napi programokról, valamint a régi és megújuló kiállításokról is. A beszélgetésben a múzeum régészeti tudományos munkájáról is szó esik majd. A Magyar Régész Szövetség kezdeményezésében 2014 óta minden évben megrendezésre kerülő programsorozatot takar ez a régészet napja, melyben nem csak a megyei múzeumok vesznek részt, hanem a fővárosi helyszíneken is több programot szerveznek. És ennek igazából az lenne a célja főként, hogy az embereket a régészethez egy kicsit közelebb vigyünk, megismertessük őket a feltárások, a régészet metodikájával, a feltárt leleteket megmutathassuk nekik, és ők is egy picit minket is jobban megismerjenek. A Dining Guide elismerésben részesült miskolci éttermeket fogadta hétfő délután Veres Pál polgármester. A 4 étterem elismerése újabb bizonyítéka annak, hogy Miskolcnak kiérdemelt és megkérdőjelezhetetlen helye van Magyarország kulináris térképén. A polgármesteri tárgyalóban fogadta miskolci vendéglátósokat Veres Pál polgármester. A 4 étterem, illetve cukrászda a Dining Guide elismerésében részesült nemrég. Az év étterme listára összesen 100 vendéglátóhely kerül fel, amit hatalmas várakozás előz meg. Nagyon nagy a versengés egyébként, és elég szoros a mezőny, és a top 100-os mezőnyben nekünk 2 éttermünk is szerepel, és amekkora a pozíciói különbség, tehát majdnem 40 helyezés a 2 étterem között, viszont a pontszám az csak 2 pont, tehát hogy ez tényleg elég szoros mezőny van, hiszen rengeteg nagyon jó étterem van Magyarországon. A 4 étterem elismerése újabb bizonyítéka annak, hogy Miskolcnak kiérdemelt és megkérdőjelezhetetlen helye van Magyarország gasztrokulturális térképén, emelte ki a találkozón a polgármester. Miskolc városa az egyetlen olyan vidéki város, aki ennyi jelöléssel, illetve ennyi minősítéssel rendelkezik. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen dicsőség nyilván a vendéglátóknak, de ebből a dicsőségből nekünk is jut egy pici, hiszen Miskolc városa így felkerült arra a térképre, ahol a gasztronómiát jegyzik. A polgármester hozzátette, bíznak abban, hogy a turizmus, vendéglátás, idegenforgalom kitörési lehetőség a város számára. Kihirdette jubileumi évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A 60 éve alakult együttes többek között ünnepi hangversennyel és új CD kiadvánnyal készül az évadra. A művészeti vezető Antal Mátyás, aki egyben a zenekar karmestere, a jövőben tiszteletbeli művészeti vezető lesz. Az együttes első karmesteri posztját a Svájcban élő és budapesti ősökkel rendelkező Thomas Herzog tölti majd be. Sajtótájékoztatón mutatták be a Miskolci Szimfonikus Zenekar jubileumi évadát. Az idén 60 éves együttes különleges hangversenyekkel készül az ünnepi évre. A megalakulások évfordulóján november 10-én jubileumi koncertet adnak. Elhangzik Erkel ünnepi nyitánya és Orff Kármina buránája, ahogy ezt már Antal Mátyás is említette. Itt a Nemzeti Énekkar mellett közreműködik a Fazekas úti általános iskola 2 kórusa is. Szintén 60 éves az iskola, és az 50 éves jubileumunkon is partnerek voltak. Örömünkre most is elvállalták. Jótékonysági hangverseny a Művészetek Házában. A koncertet Antal Mátyás vezényelte. Hosszú évekig volt első karmestere a zenekarnak. Mostantól tiszteletbeli művészeti vezetőként folytatja a közös munkát a szimfonikusokkal. Ami számomra rendkívül megtisztelő, hogy a 60 éves jubileumi koncertet novemberben én dirigálhatom, és ami különösen izgalmas, hogy a Orff Kármina buránájában
a közreműködő énekkar az a nemzeti énekkar, amelynek 26 évig vezetője voltam. És hát a továbbiakban is én itt leszek Miskolcon is. Mindig igyekszem tudomásul venni, hogy igen, a Miskolci Szimfonikus Zenekar nemzeti érték. Az új első karmester videón keresztül mutatkozott be. Thomas Herzog Svájcból érkezik Miskolcra, hazánk nem idegen számára, hiszen budapesti felmenőkkel is rendelkezik. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy első karmesterként szolgálhatok a következő jubileumi szezonban. Már nagyon várom a feladataimat, és a közelgő miskolci találkozást valamennyiükkel. A jubileumi évadot egy kisebb méretű programfüzetben mutatják be a nézők kérésére, hiszen a füzet így egy zakó belső zsebében vagy egy kis táskában is elfér. Kétfajta bérletet hirdettek, és számos koncerttel készülnek. Kicsit a programunk összeállítását is igyekeztünk ennek jegyében elvégezni, illetve olyan programokat fogunk kínálni bérleten kívül is, ami úgy gondolom, hogy nagy örömére fog szolgálni nem csak a zenészeinknek, a zenekarunknak, hanem a minket szerető közönségnek is. Varga Andrea alpolgármester rendszeresen jár a szimfonikusok koncertjére. A politikus szerint Miskolc egyik büszkeség az együttes. Miskolc számára a Miskolci Szimfonikus Zenekar egy kiemelkedő kulturális erővel rendelkező szervezet, és ennek bizonyságát adta az elmúlt évadban a zenekar számtalan esetben. Kedvezményes bérletet augusztus 18-áig lehet vásárolni, a jegyek szeptember 1-től kaphatóak. Miskolc ad otthont a 4. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjének június 2-a és 4-e között. Az eseményen résztvevő 8-8 lány és fiú csapat a Magyarország diákolimpiai bajnoka címért vetélkedik. Az országos döntő ünnepélyes megnyitóját pénteken 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Szent György sportcsarnokában tartják. A mérkőzéseket pénteken és szombaton a Lévai, a Fényi és a Herman Ottó Gimnázium sportcsarnokaiban játsszák. Bár még a holt szezonban vagyunk, de a következő bajnokságra szerződést kapó vagy hosszabbító játékosok bejelentésével már részben megkezdődött a 2023-2024-es bajnoki idény a DVTK Jeges Medvék jégkorong csapatánál. Eddig 10 név vált ismerté a játékos keretből, és a következő napokban, hetekben pedig folyamatosan jelenti majd be a klubban játékos keret további tagjait. Az új együttes mellett a létesítmény is tovább formálódik, ugyanis több mint 1 milliárd forintos fejlesztés valósul meg a népkertben. Azok a fiatal játékosok, akik alkalmasak erre, azok meg fognak jelenni a felnőtt csapatban, már most a felkészülés során is. Erre a nagyon fontos célkitűzésre, vagyis az akadémiai rendszerben fejlődő fiatal tehetségek beépítésére a felnőtt csapatba, az új szezonban is fontos projektként tekint a DVTK Jeges Medvék vezetése. Az Egri István klubelnök által említett fontos tény mellett egyre több részlet lát napvilágot a következő szezon csapatával kapcsolatban is. Steve Kasper személyében egy NHL-es múlttal rendelkező kanadai szakember lesz a vezetőedző, munkáját Galanis Nikandros segíti majd. A szerződést hosszabbító játékosok közül 10 nevet már bejelentettek a Jeges Medvék, és az elkövetkező hetekben a keret további tagjainak nevét is nyilvánosságra hozzák majd, a már megismert távozók mellett. Természetesen lesznek légiósok a Medvéknél, a tervek szerint fiatalok, de az akadémiai munka finomításában a magyar jégkorong egészére is vonatkozó óriási lehetőséget és további sok munkát lát a klubvezető. Az akadémiákból jönnek ki a játékosok, folyamatosan egyre több játékos nevelünk föl, akik elvesznek. Meg kell tanulnunk jó játékosokat nevelni. Tehát itt az a probléma, hogy felnőnek a játékosaink, és nem jutnak el arra a szintre, amire eljut mondjuk egy nem is mondok fint vagy svédet, hanem mondjuk egy német vagy egy osztrák játékos. Tehát nekünk itt a probléma azzal van, hogy nem igazán tudjuk mondjuk 13-14 éves kor után a játékosainkat felnőtt játékossá nevelni. De az új idényben létesítményfejlesztést is terveznek a népkertben. Több mint 1 milliárd forint ráfordítással fejlesztik majd a kettes jégpályát. Az Egri István klubelnökkel készült teljes beszélgetést jövő heti sportműsorunkban láthatják nézőink.
Holnap június 1-én beköszönt a meteorológiai nyár, hogy milyen időt hoz, azt megtudhatják a hamarosan kezdődő időjárás jelentésből. A Miskolc Ma utánközéleti magazin műsorunkat a kilátót láthatják. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. A műsor készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!